Köszöntöm a Szentendrem a nézőit, lássuk elsőként mai híreinket röviden. Lövöldözés a Kovács László utcában, élettársára lőtt rá többször is egy férfi. Örökbefogadó nap, a gyepmesteri telepen május 1-én várják a gazdi jelölteket. 4 évszak, a Gyermek és Ifjúsági Színház vendégszerepelt Szentendrén. Emberölés büntet kísérletének megalapozott gyanúja miatt folytat büntető eljárást a Pest megyei rendőrfőkapitányság vizsgálati osztálya Miklós József 49 éves szentendrei lakos ellen. A férfi a rendőrség közleménye szerint többször is rálőtt élettársára a Kovács László utcai otthonukban, majd elmenekült. A rendelkezésre álló adatok szerint a férfi április 26-án 0 óra 15 perc körüli időben szentendrei házukban előzetes szóváltást követően több alkalommal meglőtte élettársát, majd a helyszínről egy Jaguar típusú személyautóval elmenekült. Tartózkodási helye azóta ismeretlen. A sérült nőt a mentők a Kovács László utcából a kórházba szállították. Az ok feltehetően szerelemféltés. A férfi a bűncselekmény elkövetésekor fekete pólót és terepszínű nadrágot viselt. Miklós József 175-180 cm magas, erős testalkatú, fekete félhosszú hajú, fehérbőrű, kék szemű. Bal felső karján nonfiguratív, hátán egy kalóz mintájú tetoválás található. Az általa használt szürke Jaguar X-Type forgalmi rendszáma MHV-758. A rendőrség kér mindenkit, hogy aki a képen látható személy tartózkodási helyével, valamint a bűncselekménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, hívja a Pest megyei rendőrfőkapitányság vizsgálati osztályát a 061-443-5122-es telefonszámon, vagy tegyen bejelentést a rendőrség ingyenesen hívható 107-es, illetve 112-es hívószámain. A gyanúsítottnál vélhetően fegyver van, így ha felismerik, ne próbálják meg feltartóztatni, hanem haladéktalanul értesítsék a rendőrséget. Május 1-én örökbefogadó napot tartanak a VSZRT állatmenhelyén, az érdeklődők a környéken elkoborolt, befogott kutyák közül választhatnak. A városban két menhelyen is fogadják az elkoborolt és kirakott állatokat, most a VSZRT szeretne gazdákat találni a gondozott kutyáknak. Azt gondoltuk, hogy a gyepmesteri telepen lévő kutyákat fölajánljuk ingyen a lakosságnak, hogy aki kutyabarát és szeretne kutyához jutni, annak ezt a lehetőséget ingyenesen biztosítanánk. Ezek a kutyusok ugyanúgy éreznek, mint az emberek, várnak arra, vágynak a szeretetre, és mi azt gondoljuk, hogy van itt állatszerető ember Szentendrén és környékén, akiknek mi felajánljuk ingyen és bérmentve, hogy elvihetnek kutyákat a telepről. Ez a telep május 1-én nyitva lesz 9-től 14 óráig. Ki is fogjuk táblázni, mert ugye ez a Lajos forrás felé vezető úton található, már épp, hogy kimegyünk a városból, akkor jobbkéz felől látható lesz egy irány eligazított tábla, hogy hol van a gyepmesteri telepünk, és ott a telepvezető várja a kedves vendégeinket, akik esetleg kutyát szeretnének. Szeretettel várjuk őket. Mi a kutyákat úgy adjuk ki, hogy oltási igazolványal, tehát mindennel ellátva, és csak olyanokat, amelyik nem harapós, tehát nem veszélyes az emberre nézve, azokat a kutyákat adjuk ki. Ezeket a kutyákat a környékről szedték össze, van, amelyik elkoborolt, de divat az is, hogy most kutyákat kiraknak autóból, ott hagyják, elhagyják. Ezek a szerencsétlen élőlényeken mi segítünk, és próbálunk nekik ismét gazdát találni. Mi azt gondoltuk, hogy gyermekes szülőknek ez egy érdekes program, hogy eljöhetnek oda, ha nem is visznek el kutyát, de legalább megnézik, hogy milyen egy ilyen telep, és mi ezt tervezzük rendszeresen, nem minden héten, de 2-3 havonta egyszer szerveznénk egy ilyet. Május 1-én 9 és 14 óra között várják az örökbefogadókat. A telepen kisebb és nagyobb testű kutyák közül is lehet választani. A 4 évszak című orosz zenés mesejátékot mutatták be óvodásoknak a Pest megyei Könyvtár Színház termében, a közelmúltban a Magyar Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Színház művészei.
A gyerekek nagy izgalommal várták az előadás kezdetét, ez a színtársulat már többször nagy sikerrel mutatkozott be itt a városban. Láthatták tőlük a Hófehérke és a Héttörpe, a Holleanyó című darabokat is korábban a kisgyermekek. A most bemutatott művet már több mint 40-szer játszotta a társulat különböző városokban. Sajnos a mai világban nagyon-nagyon sok a csonka család, ahol van egy, hát mi csak mostoha anyának nevezzük, de közben aztán lehet, hogy éppenséggel ő az édesanya, mert nagyon szereti a mostoha gyermekét. Itt is egy mostoha lányról van szó, egy csonka családról van szó, ahol a mostoha rosszul bánik a mostoha lányával, és az élet úgy hozza, a sors úgy hozza, hogy szerencséje lesz ennek a kislánynak, mert ahogy már a mesébe szokott lenni, vagy tündérekkel, vagy manókkal, vagy bármivel találkozik, hát ő találkozik az erdőben a négy évszakkal, a téllel, a tavasszal, a nyárral, az ősszel, és ez hozza mögé neki a szerencséjét. Természetesen ebben is vannak gazdagok, hiszen van benne egy hisztis cár kisasszony, úgyhogy nagyon izgalmas, fordulatos, érdekes mese, egy kis ének kell, és hát krimiszerű dolgokkal, kifejezetten óvodások és kisiskolásoknak. A színésznő szerint sokkal nehezebb gyerekeknek játszani. Sokkal nehezebb. Hálásabb is, mert ugye a végén mégiscsak ugye a taps meg a kiabálás az mindenért kárpótol. Sokkal nehezebb. A gyerekeket nem lehet becsapni abban a pillanatban, amikor elkezdenek zizegni, az azt jelenti, hogy nem értik. Elvesztették a fonalat. Ők nem olyan megértőek, nem olyan elnézőek, nem olyan intelligensek, hogy akkor megadják még továbbra is nekünk esetlegesen a lehetőséget. Na, javítsatok, akkor a következő 10 percben mi lesz? Abban a pillanatban hangot adnak annak, amikor már nekik ez nem tetszik. Ez a négy évszak, ez egy érdekes mese. Talán az egyetlen olyan mesénk, amit végig tátott szájjal. Nagyon sokszor zizegnek, mocorognak, főleg a Hófehérke és a Héttörpét, amit ismernek, azt kommentálják a kis szomszédjuknak, hogy majd most akkor jön a banya, és akkor ő ehhez, mert hiszen már ismeri a mesét. Viszont a négy évszakot hála égnek nem ismerik. Valószínű, hogy ezért is vettük elő, mert szeretünk környező országok, vagy más népek meseit elővenni, és kicsit feleleveníteni. Jövőre lesz ugye a magyar évadunk, tehát magyar népmeséket mutatunk be, és ez nagyon leköti őket, tehát itt tátott szájjal figyelik. A Magyar Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Színház elsősorban hagyományosnak mondható meséket dolgoz fel, figyelembe véve a választott célkorosztály életkori sajátosságait. Nevelni és szórakoztatni szeretnének úgy, hogy az emberi értékeket emeljék ki, és állítsák követendő példának a gyermekek elé. Május 1-én rendezik meg az első Kalászi Kocsi Fesztivált. A színes programok között autóversenyzőkkel is megismerkedhetnek majd a látogatók, szentendrei veterán is lesz közöttük. A munka ünnepén számos programmal várják a térségben élőket, Budakalászon az autóké lesz a főszerep. Találták annak idején Európa első kocsi ábrázolását, ami egy történelmi lelet, egy Európa, sőt világhírű lelet. Ez a Kalászi Kocsi néven vált közismerté, ugye ez látható a körforgalomban is Budakalászon, és ebből kiindulva ennek a tiszteletére szeretnénk egy hagyomány teremtő szándékkal egy rendezvényt létrehozni, amelynek a neve a Kalászi Kocsi Fesztivál. Középpontban a Kalászi Kocsival és minden, ami kocsi, ami négy kerék és gurul. Ennek az eseménynek a központi eleme egy túra és ralli autó kiállítás lesz, már a mai napig 36 autó biztos, és azért érdekes, mert ez a 70-es évektől napjainkig az új csodákig mindent bemutat, plusz megtekinthető a szerviz háttér, tehát lesz szervizkamion, lesz gumi is, meg lehet nézni, hogy milyen gumikat használnak különböző időjárási körülmények között, és ehhez kapcsolódóan sok-sok kiegészítő program, ez egy családi rendezvény, hát lesz itt elektromos kisautóverseny a gyerekeknek, ki lehet próbálni az elektromos golfautót, amit talán kevesen ismernek,
lesz tűzoltó autó bemutató, a rendőrség részéről bemutató játékos kresztan folyam. Ami nagy érdekesség, hogy itt megtekinthető majd az a bizonyos kalocsai mintás Forma 1-es pilótaruha, amit ugye egy magyar tervező készített, Jason Button, brazil nagydíjon ugye ebbe autózott. Az Autóversenyzők című filmet itt levetítjük, ez egy 80-as évekbeli film, ezt talán kevesen ismerik, utána lesz lehetőség találkozni a pilótákkal. Itt lesz Ferjánc Attila életrajzi könyvének a bemutatója, ugye ő a hazai autózás egyik nagy-nagy ikonja. Lesz este egy zárókoncert, Jazz Serum koncert, ahol a zenekarban egyébként volt pilóta is játszik, grillterasz, még az ugrálóvár is a kocsiról szól, mert lesz autós csúszda, lesz felfújt teherautó, úgyhogy sok-sok olyan program, ami izgalmas. Lesz matchbox kiállítás és vásár, automakett kiállítás, automaketteket készíthetnek a gyerekek, tehát minden a négy kerékről fog szólni, és lesz azért egy úgymond történelmi vagy komolyabb vonulata is. Benne az épületben lesznek előadások, ami a kalászi kocsiról fog szólni, illetve a kocsikultuszról, a szekerezésről. Tehát azok, akik érdeklődnek ennek a háttere, a történelme iránt, azok itt kapnak információt. Ugye az idősebbek talán nem annyira az autók kötik le, de ez a téma lehet, hogy számukra is érdekes. A programok pontosan délben indulnak majd. A Szentendre ma adását látták, Hírmagazinnal legközelebb hétfőn este várjuk majd Önöket. Kellemes hétvégét kívánunk, viszontlátásra!